Köszöntöm kedves nézőinket, a Telena magazint látják. 58-an próbáltak vért adni Tolnán a helyi magházban az Országos Vérellátó Szolgálat és a Tolna megyei Vöröskereszt közös véradásán, ám közülük a szakemberek 10 embernek nem tudták levenni a vérét, mert az egészségi állapotuk nem volt ahhoz megfelelő. A rendszeres véradók mellett 5-en első alkalommal nyújtották a karjukat, hogy másokon segítsenek. Sokan, 58-an jelentek meg a tolnai magházban megtartott véradáson néhány napja. Bár ez a szám az Országos Vérellátó Szolgálat és a Tolna megyei Vöröskereszt szakemberei szerint is jónak mondható, tény, hogy a segítő szándékúak közül 10 embernek nem tudták levenni a vérét, mert az egészségi állapotuk nem volt ahhoz megfelelő. Sokan viszont rendszeresen segítenek így másoknak. 32-szer most hallottam, úgyhogy már kezd alakulni ez a szám, hogy miért nincs különösebb indok annyi, hogy az ember segít ezzel másokon, anélkül, hogy saját magának valamilyen problémát okozna. Néhány éve a véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat SMS-ben értesíti akkor, amikor a vérüket felhasználják például egy életmentő műtéthez. Örülök ennek a visszajelzésnek, hogy az ember biztos abban, hogy tényleg már ilyen gyorsan felhasználásra került a vére. A rendszeres véradók mellett 5-en első alkalommal nyújtották a karjukat, hogy másokon segítsenek. Először adott vért ez a fiatal fiú is. Azt mondta neki fontos, hogy így segítsen másoknak. Ez az első alkalommal, mint 18 éves első véradó. Hát azért jöttem egyrészt, mert édesapám is elég sokszor 40-szer vagy 50-szer már vért adott, és ez is egy úgymond motiváció számomra, hogy segítsek embereknek ezáltal. Meg hát a vérem is nullás vérű vagyok, szóval az is elég fontos lenne, hogy még több embernek tudok segíteni azáltal, hogy csak hogy nullás vérem van. Volt, hogy vérátömlesztés, például nagymamámnak májbetegsége volt, és amiatt kellett vérátömlesztés, szóval tudok olyan, persze tudnám sorolni, hogy hány embernek kellett, de számtalanszor kellett a másoknak a vére, hogy segítsék a családtagjaimat. Kevesen tudják, de a véradás nem csak annak válik hasznára, aki kapja az életmentő testnedvet. Az apró tűszúrás előtt ugyanis alapos orvosi kivizsgáláson kell átesni. A véradás maga egy szűrővizsgálat. Az is annak is tekinthető. Egy vérfrissítés, hiszen utána a vérképzés jobban megindul, és akkor az egy vérfrissítésnek is tegyen. Kiderülhetnek esetleg rejtett betegségek, vérszegénység, vagy akár valamilyen fertőzöttség. Tehát abszolút káros hatása nincsen. Nincsen az a, sőt, nagyon jó hatású a véradás. A véradás előnyei tehát elvitathatatlanok. Ennek ellenére Barna Györgyi Tolna vezetőházi orvos azt mondja, nem könnyű összegyűjteni a szükséges mennyiséget. Az idősebb korosztály, aki rendszeresen, tehát az igazi sok véradós, sok éves véradósok azok közülük vannak, és hát ki öregszenek ebből a korhatár alapján is. Nincsenek fiatal véradóink. Itt van a városban mondjuk egy olyan potenciális réteg, például a gimiben, a 18 évet betöltöttek. De hát nagyon nehezen tudjuk megoldani azt, hogy ők el tudjanak jönni a véradásra az iskolából. A másik dolog pedig az, szerintem van egy réteg, a fiatal felnőttek, akiknek már gyerekeik vannak, kisgyerekeik. Szerintem ez a réteg, én úgy látom, hogy hát most nem akarok nagy messze menő következtetéseket levonni, de én úgy látom, hogy ez az általános közömbösség, ez azért erre is vonatkozik, mert hiszen, hogyha
valakinek a hozzátartozója vagy barátja kerül ilyen helyzetbe, akkor látjuk a Facebookon meg egyéb közösségi oldalakon, hogy akkor össze tudnak fogni az emberek, akkor konkrét személynek tudnak elmenni vért adni. De hogyha arról van szó csak, hogy valakinek, mindegy, hogy kinek, akkor kicsit közömbösek az emberek. És a fiatal felnőttek szerintem akár még a gyerekeiknek is mutathatnának példát ezzel, hogy hát, hogy ők egy ilyen emberbaráti cselekedetet hajtanak végre. Pedig a vér például a műtétek esetén semmi mással nem pótolható. Vannak bizonyos vérkészítmények, illetve készítmények, amik vérből készülnek, speciális műtéteknél, vagy speciális igényeknél, de a különösen a szívműtétek, vagy a traumás műtétek, azok egyértelműen vért igényelnek. Az ő szezonális ételéből tökből készítettek főt és sült ételeket azok, akik ellátogattak a Tolnai Család és Karrierpont rendezvényére a helyi magházba. A hasznos házi praktikákat bemutató programra annak a pályázatnak részeként került sor, amit a város programok szervezésére nyert el 2 éves időtartamra. Nem véletlenül népszerű, hiszen nagyon magas a C-vitamin tartalma, illetve a rost tartalma is, és a C-vitamin nagyobb, illetve fogyni is lehet tőle. Húzták a sült vagy főtt tök, a napi A-vitamin szükségletnek a dupláját tartalmazza. Az A-vitamin felelős a fiatalos bőrért, illetve a látásért felelős vitamin, úgyhogy tehát ezért is előnyös fogyasztani. A tök ebben az őszi időszakban egy nagyon elterjedt növény, ez nem véletlen, hiszen nagyon magas a C-vitamin tartalma, ami ilyen megfázós időszakban rendkívül jó és ajánlott is fogyasztani, illetve magas a rost tartalma, ezért tápláló, és kevés szénhidrátot tartalmaz, ami különböző fogyókúrákhoz, illetve diétákhoz lehet használni ezt a tököt. Mennyire lehet kreatívan használni édestől a sósig, mennyire lehet elmenni az ízek között? Teljesen lehet sütni a tököt sózva, különböző fűszerekkel, például kakukkfűvel, rozmaringgal ízesítve, illetve lehet mézet rácsolgatni sütés előtt, illetve cukorral meghinteni, ha esetleg nem elég édes a tök. A mai napon 3 féle fogás fogunk készíteni. Az első az egy sütőtök krémleves tökmaggal és tökmagolajjal, a második egy sütőtökös risotto kasamellel, a harmadik pedig egy sütőtök keksz, sütőtökös keksz, amit elkészítettünk a sütő hiánya miatt. Ennek nagyon egyszerű a receptjére, lesz fénymásolva. Csak össze kell mindent keverni, 150 fokon 20-25 perc alatt kész a sütni. Fél kilóhoz 100 g majat fogunk használni. Mik most a legfelkapottabb tökös ételek? Ugye én az előbb említettem, kicsit szegényesek az ismereteim, nekem a tökfőzelék és az őszi sült sütőtök ugrott be. Ezzel szemben azt gondolom, hogy azért sokkal szélesebb a szortiment. Igen, szélesebb. Lehet készíteni ugye a sütőtökből is különböző, tehát sütés után is lehet készíteni például egy levest a sütőtökből. Ezt úgy készítjük, hogy egyszerűen megsütjük a tököt, bármilyen fűszert tehetünk rá, akár rozmaringot, ilyesmit, de sima cukorral is, és föltesszük vízbe főni ezt a tököt, illetve előtte megdínszteljük egy kicsit olívaolajon, és igazából ízesítjük tejszínnel, cukor, só, bármivel. Nálunk egy másik fajta tökleves fogunk készíteni. Itt nem sült tökből, hanem nyers tökből, nyers tököt fogunk megfőzni, és így lesz a leves. Oh!
addig kell pirítani a rizst, amíg a széle áttetsző lesz, és a belső pedig fehér. Ezt meg is lehet nézni útközben, hogyha esetleg látjuk, de azért már lassan jól lesz. Hát meg gond van azért, mert igen. Persze, igen. Ez lassan ennyire kell fölötni. Másfél lesz a portolni hozzáönteni, ez az első lesz fáris. Az a bor. A bornak a szerepe? A bor szerepe az íz. Tehát, hogy az íz. Igen, az íz, az ízre kell hozzá, úgyhogy ettől lesz tökéletes. Mennyire nehezen használható alapanyag? Könnyen használható. A hasznos házi praktikákat bemutató programra annak a pályázatnak a részeként került sor, amit a város programok szervezésére nyert el 2 éves időtartamra. Mindig szeretnénk egy kicsit aktuálisabb lenni az adott hónaphoz. Múltkori alkalommal 18-an jöttek, én nagyon örültem ennek a létszámnak, de ami a mostanival kapcsolatos és nagyon pozitív, hogy egészen fiatal generáció is eljött, tehát 30 alattiak is vannak, és ez mindenképpen egy nagyon jó irány, hogyha fiataloknak át tudjuk ezeket a tudást adni, amit itt fogunk hallani a mai napon. A magyar embereknek az egészségi állapota szerintem úgy működik, hogy azokat kellene fogyasztanunk, ami ezen a földön terem. Tehát annak van a legjobb rezgés, annak van magas vitamintartalma, vitaminértéke, és most, mivel a tök érik, ez nagyon különleges dolog, hogy sültökből is sokféle lehet elkészíteni. Én egy sütőtökös kekszet hoztam most kínálónak. A házi praktikákat bemutató rendezvénysorozatnak még több állomása lesz Tolnának következő időszakban. Mindig valami más fog történni, mindig valami újdonság, és legközelebb alkalommal pedig olyat fogunk, hogy mártogatósok és kenyérre kenhető pástétomok, aztán saláták, aztán jön a karácsony, akkor karácsonyi aktualitásokat mutatunk be, akár terítési szokásokat, újdonságokat és praktikákat. Én imádok főzni is, meg enni is, meg sütni is. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat számít, és láttam olyan családokat széthullani, ahol nem folytatták ezt, hogy leülni együtt és beszélgetni, és a gyerekeket is, akkor én nem hiszem azt, hogy az asztalnál ne lehetne beszélgetni. Most rövid reklámblokk következik, maradjanak velünk! Érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel 2 helyen, Tolnán a Penny Markettel szemben és Szekszárdon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Hamarosan indulnak egynapos adventi autóbuszos járataink Európa nagyvárosaiba. Töltsenek kellemes napot a bécsi adventi forgatagban, kukkantson be a csoki gyártás folyamataiba, vagy vegyen részt a Schönbrunni kastélylátogatáson. Akik már megcsodálták a karácsonyi pompába öltözött osztrák fővárost, azoknak Grácot vagy Kassát és az idei év újdonságát, Zágrábot kínáljuk. Ne hagyja ki ön sem, 6.990 forint per fő részvételi díjtól foglalhatóak útjaink, és már 13 városban tud csatlakozni országszerte. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt akciókkal várjuk. Autója elromlott? Időszakos kötelező szervizre van szüksége? Vagy csak ellenőriztetné járműve állapotát? Továbbra is várja ügyfeleit Tolna megye első hivatalos Boskár szervize, az Antal Service Kft. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk, amelyekhez akár 1 év gyári garanciát kaphat. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk szervizünkbe. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást és eredetvizsgát személygépkocsira, motorra, mezőgazdaság és lassú járműre, tehergépkocsira 3,5 tonnáig, utánfutóra és pótkocsira. Teljes körű számítógépes diagnosztizálás, gumijavítás, centírozás. Benzines befecskendezők javítása, karosszéria munkák. Partnercégünkkel vállaljuk gépkocsi a fényezését. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel és több éves tapasztalattal vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában, az Autómosó és a Tesco között. Telefon 540-703. Yeah.
Folytatjuk is a Telena magazin. Zajlik az U13-as korosztályú Leány régiós kézilabda gyermekbajnokság. A Csiszár Jenő csoportba kapott besorolást a Tolna KC, amely legutóbb a házigazda szerepét töltötte be a minden hónapban más helyszínen zajló hadcsapatos tornán. Érdekes, a 2018-2019-es U13-as lány kézilabda gyermekbajnokság Csiszár László elnevezésű régiós csoportjának csapat összetétele. Abban, amelyikben a Tolna éppen van, szerepel két nagy csapat, ismert szakosztály a Dunaújváros és az Albafehérvárhoz tartozó U13-as korosztályú együttes, és besorolást kapott az igazán kis klubok képviseletében a Bakoncsernye és a Komárom együttese is. Itt játszik a Tamási, ehhez a korosztályhoz tartozó U13-as csapata is. Úgy zajlik egyébként a bajnokság, hogy egy-egy hónapban mindig más a házigazda, torna rendező klub. Az elmúlt hétvégén Tolna volt a helyszín. 13 éves korosztályig nincs eredmény, tehát nincs az, hogy melyik csapat győzött, melyik kihány góldobot, tehát itt próbálnak a szervezők is fókuszálni a játékra, és nem az eredményességre, és igazándiból azok a csapatok, akik annak idején elkezdték 8-9-be, azoknak a 80%-a gyerek megmaradt, tehát itt Tolnán azért nem lehet ilyen egykorosztályba 20 gyereket edzeni, meg is összerakni sajnos. Alulról hoznak fel a tolnaiak korosztályokat ezúttal is, hogy összeálljon egy konkrét korosztályos csapat, így az U13-as. Szerencsére van honnét meríteni. Fele a játékosoknak U13-as, fele pedig U12-es gyerek. Mindjárt az első meccsen sikerélmény könyvelhettek el a hazaiak, noha nem nyertek. A Dunaújváros első csapatától 2 fával kaptunk ki, nagyon jó volt a védekezésünk, nagyon örültem a játéknak, voltak a támadásban is nagyon szép megoldások, úgyhogy van remény, és igen, és dolgozunk tovább. Az Albafehérvár vidéki szekciójához tartozó együttes persze játékos hiánnyal egyáltalán nem küzd. Ők megengedhették maguknak azt, hogy több legyen a csapatukban a 12 éves, mint a 13. Nagy része a csapatomnak U12-es korosztályú, egy pár lányjal kiegészít, akik U13-as korúak. Tehát gyakorlatilag nekünk a kisebb korosztály épül az egész rendszerünk. Tehát előnyük az a kicsiknek, hogy játszanak följebb is, és a saját korosztályokba is. Tehát bőven van mérkőzés lehetőségük, és ezzel meccsbe tudnak lenni a gyerekek. A nagyobbak meg nyilván tudnak fejlődni. Azt kell mondjam, sokszor a kicsit tudnak tanulni is, mert ők a kisebb korosztály, akit említettem, a 12-es korosztályom, ő már több éve együtt dolgozik. A nagyobbak pedig egy éve vagyok velük, egy éve foglalkozok velük, és ők kicsit olyan mostanában körülmények között tudtak dolgozni az elmúlt években. Értékmérő a 12 évesnek, hogy mit tud a 13 évesek között? Tehát kíváncsian már, hogy ilyen szempontból is, hogy egy évvel idősebbek el? Mindenképpen értékmérő. Általában tapasztalat az, hogy az egy év azért nagyon sokat számít, tehát fizikálisan testtelen kontaktban azért megjelentkeznek a különbségek, de nagyon sok esetben viszont jó hatása van rájuk, mert edződnek a kicsit a nagyobb falathoz, nagyobb lányokkal való ütközéshez hozzászoknak. Nem számít a konkrét eredmény, de azért mégis gyerekekről van szó, felettébb fontos tud lenni. Például az, hogy a fehér szerelésben játszó tamási kézisek 14-14-es döntetlenre hozták a meccset a székesfehérváriakkal, ez mindenképpen nagy motiváció a gyerekek és a felkészítő tanárok számára is. Ahogy Vigné Gál Zsuzsa is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a Nagy Dunaújváros ellen csak 2 góllal vesztettek, és nyíltá tudták tenni a gyerekek az egész meccset. A Komárom csapatát egyébként 5 gól különbséggel győzték le a tolnamezsi kézilabdás palánták. Nagyon remélem, hogy lesznek szoros mérkőzéseink, és hát ez így a jövőre nézve egész jó kilátások. Arra, hogy jövőre az U14-ben is legyen egy masszív csapata Tolnának, a Tolna KC Egyesületnek, amelyből már az ifi csapat is építkezhet a közeljövőben. Gólarányt javította a Tolna férfi futballcsapat a Kölesden. Budás Attila fiai ugyanis a kiesés ellen küzdő kis csapat otthonában a Sióparti pályán 8 gólt berámoltak a hazaiak kapujába. Mutatjuk is a részleteket. Már az 5. percben megszerezte vezetést a vendég Tolna. Egy hosszú előreívelés után Pál Achilles a jobb oldalon hátrányból indulva mégis lefutotta a védőjét, és mintegy 8 méterről a kapu jobb alsó sarkába helyezett
0-1. Szinte egy kapusztak a csapatok, állandóan a kölesdi térfélen folyt a játék, percenként gólveszély alakult ki a hazai kapu előtt. A következő tolnai gólra mégis 20 percet kellett legalább várni. Megint jobbról jött a beadás, megint Királyházitól, és a középpen érkező előbbi gólszerző Pál Ahilesz volt újra közelről eredményes. 0-2. Az első félidő utolsó percében megfordult az addigi szerep, már ami a tolnai gólokat illeti. Ezúttal Pál, mint előkészítő jeleskedett, ő adta a gólpaszt eddigi kiszolgálójának, Királyházi Bencének, így 3-0 volt az állás 45 perc játék után. Fordulás után, a meglehetősen szorványos kölesdi akciók végén, egy előreegyvelés után a meccset végig unatkozó tolnai kapus Bildhéber hálójába került a labda, ám hiába. Batizi Pócsi Dániel ugyanis legalább másfél méteres lesen volt. Az 58. percben, a sokadik jobboldali akció végén Sümegi Balázs elé került a labda, aki okosan emelt, középmagasan a jobb sarokba, 0-4. Két percet kellett várni az újabb tolnai gólra, ami büntető után született meg. A vendégek kulcsemberét, Királyházit húzta ezúttal vissza a baloldali védő, Gazdag Attila, a 11-est immáron a harmadik gólját szerző Pál Ahilesz értékesítette. A bekapott ötöstől ökölvívó nyelven szólva még inkább padlóra került a kiesés ellen küzdő sióparti kis csapat. Így a hátralévő 20 percben, ahogy mondani szokás, egy méretes zakóba futott bele Kalmár Ferenc csapata. Mert hogy folytatódott a tolnai gólgyártás a meccsből még hátralévő 20 percben. Jött a negyedik Pál Ahilesz gól, így azt is mondhatjuk, hogy a kölesnek igazán Pál volt az Ahilesz sarka. Úgy tűnik, ennél a találatnál volt a legkönnyebb dolga a támadó középpályásnak, aki negyedszer is élt a más meccsen ritkán felkínálkozó lehetőséggel. 0-6, vagyis már fél tucat a kölesdi kapuban. A változatosság okán oldalt váltott a tolna, ezekben a percekben a bal oldalon vezettek a kékfehérek különböző támadásokat, míg az első fél időben inkább a másik szélen gördültek az akciók. Egy szépnek mondható kényszerítő után Sümegi Balázs lépett meg a bal összekötő helyén, és helyezett a felkínálkozó bal alsó sarokba. 0-7. Az utolsó perc sem maradt emlékezetes momentum a futball savaly borsát jelentő gól nélkül. A 8. tolnai találatot a cseleként beállt Pesti Viktor helyezte a kapuba, Köles tolna 0-8, vagyis ebben a fordulóban megint gólarányt tudott javítani a bajnoki címvédő tolna, és a Tamási-Majosi botlásával följött a lista vezetővé előlépett Bonyhád mögé a második helyre. Már ennyi fért a Telenor magazinba, köszönjük, hogy minket választottak, viszontlátásra!